Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztősora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szabó Barnabás, a KKI szakértője, munkatársa, Anglia és Spanyolország dolgaiban nagyon jártas, ennek a két országnak és még sok minden másnak a szakértője. A mai alkalommal Angliáról fogunk beszélni. Szakértő úr, mi történik Angliával? Anglia ugye kikerült az Európai Unióból, próbálták ridegtartással eleinte megoldani a problémát, hogy majd átfertőződnek, a miniszterelnök karanténban van, ha jól tudom, még mindig. Aztán amerikai figyelmeztetésre átgondolták, és most megpróbálják a lehetetlent. Mi történik velük? Így van, hát a kezdetektől azt láttuk, hogy mintha ebben is egy csak azért is az Európai Uniótól eltérő vonalat kívánnának képviselni az angolok, illetve a britek. Boris Johnson valóban ezzel a nyáj immunitás gondolatával kísérletezett az elején, majd néhány nappal később egy radikális fordulattal, ugye aztán megpróbálták ugyanazokat az intézkedéseket bevezetni, amiket a legtöbb európai ország is, és ami a WHO ajánlásainak megfelel. Ugye a kérdés az az, hogy ez a késlekedés ez valójában mekkora kárt okozott, illetve mennyi extra halálesetét lehet majd felelős. Egyelőre a brit közvélemény egyébként felzárkózott nagyjából a kormányon lévő konzervatív párt mögé, mivel ennek részben az is az oka, hogy az ellenzék, hogy úgy mondjam, sehol nincs, illetve az ellenzék vezére, a munkáspárt éppen egy vezetőváltási folyamaton keresztül megy, de meglátjuk, hogy ez mennyire lesz tartós, illetve meglátjuk, hogy mikor jön ez a pont, ahol akár számon is kérhetik a kormányon ezt a késlekedést. Az angol gazdaság azután, hogy kivált az Európai Unióból, hogy fogja ezt megsínyleni? Ja, itt a kérdés az az, hogy valóban ragaszkodik-e Boris Johnson ahhoz, hogy mindenképpen keresztül vigye azt az elképzelését, hogy ennek az évnek a végével Nagy-Britannia már nem csak az Európai Unió, hanem az ezt ugye követő ilyen átmeneti időszakra kitalált eszközt is elhagyja-e. Egyelőre nincs rá jel, hogy ezen változtatni kívánna. Ha ez így lesz, akkor megint csak ugye az a régi, de azért még talán ismerős kellemetlenség fog előkerülni, hogy lehet egy no deal, no deal-es második Brexit, ha így tetszik. Tehát ugye ugyanoda térünk vissza, ahonnan már nagyon sokszor elindultunk. Ugye ez a vírus okozta válság, ez kifejezetten arra is rámutat, hogy ugye egy kellemetlenebb, válságosabb időben eléggé nehezen működnek az ellátási ráncok Nagy-Britanniában, tehát ott is láttunk azért képeket teljesen lerabolt boltokról, és ez úgy történt, hogy még egyelőre az Európából Nagy-Britannia felé tart, és azon a kifele menő áruknak a forgalma nem korlátozott, ugye, hogyha a megállapodás nélkül szűnik meg ez az átmeneti állapot, akkor az lesz, tehát akkor akár komolyabb problémákra is fel kell készülni. A Szigetország vezetője ugye arról álmodott, hogy majd az Európai Uniót pótolja az Amerikai Egyesült Államok, illetve a kanadai forgalommal. Ám egy pillanatra, minthogyha meglazult volna ez a nagyon erős kapcsolat az Amerikai Egyesült Államok és Anglia között. Az Amerikai Egyesült Államoknak most ugye határozottan megvan a saját hasonló problémája, és hát azért azt se felejtjük el, hogy a Trump adminisztráció eddig sem arról volt híres, hogy csak úgy mindenféle önzetlen és szövetségi politika mentén olyan kereskedelmi kedvezményeket ajánlott volna fel a partnereinek, amiért cserébe aztán nem kívánt semmit, vagy nem kívánt olyasmit, amit adott esetben például Nagy-Britannia nem tudná elfogadni. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is ki kell várnunk ennek a válságnak a végét. Ugye nyilván kétféle irányba mehet el ez a kérdés, vagy valamilyen módon megoldást találnak arra, hogy tényleg ugye a már évtizedek óta fennálló különleges kapcsolat jegyében valóban úgy formálják újra az amerikai-brit kapcsolatokat, hogy az egy Brexit utáni Nagy-Britanniát jobban talpra segítsen. De az is elképzelhető, hogy a brit közvélemény most már abban az irányba fog elmozdulni, hogy lám, itt volt ez a válság,
lett volna bizonyos értelemben több szükségünk európai koordináció és az Európai Unióra, tehát talán a Brexit végleges formáját azt egy közelebbi együttműködésben kellene elképzelni, ugye ez a Boris Johnson féle konzervatív politikának a megkérdőjelezése lenne adott esetben. Arról ugye már szó se lehet, hogy a Szigetország az Európai Uniótól gyors segélyt kapjon, hisz már a költségvetésben nem szerepelnek. De lehet, sőt volt is erről szó, és ugye az első körben erre azért nem került sor, illetve itt megállnék a gondolatban, nem tudjuk pontosan, hogy miért nem került sor. Boris Johnson egy adminisztratív félreértést emlegetett, nyilván ez nem jött azért ki teljesen jól otthon. Az Európai Unió, illetve az Európai Bizottság megítélése szerint ebben a különleges helyzetben bizonyos fajta segítség, elsősorban az azonnali segítség, az olyan, amire számíthat az Egyesült Királyság az Európai Uniótól, és ebből ugye eddig tulajdonképpen megint csak nem kért. Úgyhogy a kérdés az az, hogy vajon visszaüthet-e ez a brit kormányra ez a fajta makacs elutasítás Európával szemben. Ugye ebből valamit már kezdett talán érzékelni Boris Johnson, amikor ugye erre az adminisztratív hibára fogva a dolgot azt mondta, hogy ha a legközelebbi körben ugye megint egy európai csomag megy szét a tagállamoknak védőfelszerelésekkel, tesztekkel, stb., akkor abból már lehet, hogy ők is kérnének. Értem. Mi várhat? Nem, ezt már nem kérdezem meg, mert 8 óra van, és itt van a híradó. Nagyon köszönjük, és elnézést, hogy rövidebbek voltunk. Legközelebb itt folytatjuk, és visszavárjuk Önt, hisz nem csak Angliáról kell beszélnünk, hanem sajnos Spanyolországban is helyzet van. Kedves nézőim, az elmúlt percekben Szabó Barnabás szakértőt, a KKI munkatársát látták és hallották, akkor a héten még keressük. Köszönöm, hogy rendelkezésünk rá, és ha pontosan 8 óra van, akkor itt van még az időjárástól független híradónk is. Fogadják szeretettel, a híradó után jövünk vissza, tartsanak velünk.